Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenkit, aki székely, aki nem székely, aki tiszteletbeli székely, és mindenkit, aki igaz szívvel jött ide hozzánk a 7. gyáli erdélyi székely találkozóra. Fontos a közösség ereje. Ebben a furcsa és a feje tetején álló világban mi a gyáli erdélyi székelykör is találkozunk. Minden évben azon dolgozunk, hogy egy ilyen gyönyörű őszi napon itt legyünk együtt, éljük meg a székelységünket, éljük meg a találkozás örömét. Örvendünk, mert itt vagyunk egészségben és békében. Ne feledkezzünk el azokról sem, akik már nincsenek velünk. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Amire szükség van, az az, hogy legyen az ember életében valaki, akire annyira lehet számítani, hogy magától érthetődőnek vesszük a létezését. Semmi se gazdagítja jobban az életünket, az életeteket, mint az idők folyamán kialakuló és megerősödő barátságunk. Ha nincs barátod, semmit sincs. Mindannyian utazók vagyunk-e világ vadonyában, és talán a legnagyobb kincs, amire utunk során ráakadunk, és mi itt rá is akadtunk, egy őszinte barátság, itt az anyaországban, de főleg itt gyáló. Köszönöm a rengeteg munkát, amit minden évben beleteztek, a tegnap esti takarítást, a ma reggeli kürtös kalácsütést, a terítést, és beleértve az egész évet. És azt is köszönöm, hogy idén ismét megkaptam ezt a tisztséget, hogy én legyek a leelnöke ennek a fantasztikus csapatnak. De mi is fontos tehát egy-egy ilyen találkozásban? Az, hogy egymásnak adjunk időt abból, ami nekünk van, hiszen mindenki lehetne most éppen máshol. Mindenki tehetne valami mást is, de nem teszi, hanem azt az időt, amit mi most kaptunk, az egymásnak adjuk. A gyáli székelykör az elmúlt években olyan komoly munkát végzett, amivel ennek a mi közösségünknek az egyik legértékesebb és legalkotóbb közösséget tud lenni, úgyhogy én szeretnék kérni egy tapsot a gyáli székelykör valamennyi tagjának. Köszönöm nektek azt az időt, amit egymásnak, meg nekünk adtok. Ha elmegyünk a világban, akkor azt látjuk, hogy szemben egymással az emberek egy mobiltelefon néznek, még akkor is, hogyha éppen az az ember, akivel beszél, az a másik oldalon szemtávolságban, szótávolságra van tőle, de mégis ezeket az eszközöket használjuk. Én arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg ezeket a személyes kapcsolatokat megtartani, mert ameddig ezt megtartjuk, addig van értelme annak, hogy erről a világról normális képet tudjunk alkotni. Amikor az írás azt mondja, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Itthon vagyunk, de mégis van egy otthonunk, amire Péter apostol azt mondja, akkor leszünk erősek abban az otthonban, hogyha az Istentől jövő kiválasztottságunkat, elhivatásunkat megerősítjük. És ehhez teszi hozzá az ígéretet, és így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus országába. És hogy hogyan tudjuk ezt megerősíteni, az a mai fohász a 65. Zsoltárból. Boldog, akit kiválasztasz, és a közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Lehetőség volt a helyszínen mics fogyasztására, melyet egy gyálon élő erdélyi mesterszakács készített pityókás vert házi kenyérrel.